Köszöntöm a Kölcsei Televízió nézőit. Ismét itt vagyunk Sportszelekció műsorunkkal, amelyben mi megszokhatták, a mögöttünk álló hét és az előttünk álló hétvége legfontosabb eseményével foglalkozunk. Először is nézzék meg, mit kínálunk önöknek mai műsorunkban. 3 ponttal verte Budapesten a Vasast a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. Egy nyíregyházi U8-as tornával zárták a jeges szezont a szabolcsi Sólymok. Nem kezdték jól a rájátszást az Aquese országos bajnokságban szereplő csapatai. A fővárosban szerezte meg 10. bajnoki győzelmét a nyíregyházi kosársuli. 3 pontos győzelmet aratott Budapesten a Hübner Nyíregyháza Blue Sharks. A Kékcápák a Vasas Akadémia csapatát verték 74-71-re. Én nyilatkoztam egy után, hogy van egy olyan nagyon kemény sorozat. BKG, FOT, MOVC, Vasas. És számoltunk, jól lenne ebből 4-ből 2 meccs húzni, sikerül. Vasas nagyon kellemetlen volt. Ez egy nagyon, hogy mondom, agresszív fiatal csapat, aki látszik, hogy sokat dolgozik, és nagyon nagy tempóval játszolok. Mi ezt tudtunk, erre felkészültünk. Elején kicsit beragadtunk, mert nem találtunk a ritmusát és dobását, de nagyon gyorsan, egyenesen jártunk, és nagyon jól játszottunk utolsó másodpercig. Győzelem ez egy dolog, de úgy, hogy a január óta szerepeljünk ebben a bajnokságban, mint egy karakteres csapat. Tudta mindenki, amikor Nyíregyháza megy oda, hogy ez nagyon kemény meccs lesz. Tudta mindenki, aki jön hozzánk, hogy a nagyon kemény meccs lesz, és ez elértünk. Ez nekem volt legfontosabb célom, mikor elkezdtünk ezt a második részt előkészíteni. Nagyon kemény meccs volt, bírtunk. Hát mit most mondanom, csapatilag nagyon jól játszottunk, és ez nekem legfontosabb. A jövőre még 3 meccs van, ami nem egyszerű, de ott, ahol terveztünk, nagyjából most pillanatnak vagyunk is, 6.-7. helyen. Én remélem, még fogunk hozni 1-2 győzelem, ha tudunk itt maradni is. Az is a csapat erejét bizonyítja, hogy nagyon szépen eloszlottak a pontok. Igen, meccs közben ilyen volt helyzet, hogy Vasas nagyon sokat változott taktikailag, agresszív, passzív, játszottak mindenfajta videkéz, amit tudták. Mi is készültünk, és akkor így valahol mindig más játékosnak kinyílik a helyzet, hogy befejezik. És nagyon jó volt, mert tudtunk használni Izsák is, Tarján volt velünk. Mindenki center jól játszott, normálisan azok, akik mezőn játékosok, el kell hozni a dolgát, hozták, és különösen valahogy ez a meccsen tetszett a végső Bálintnak a játéka. Olyan nagyon komolyan, mintha nem lenne 20 szabályjátékos, nagyon komolyan vette a dolgát vidékészbe támadásból, és valahogy így sikerült. Az első 3 csapat mögött nagyon sűrű az élmezőny, most ugye az a Cegléd érkezik, amelyik azonos mutatóval áll, mint a Nyíregyháza. Kétszer már játszottunk a Cegléddel, mennyiben lesz más ez a 3. meccs? A ceglédi meccsek valahogy 14 csapat belül mindig van egy csapat, ami nekünk valahogy nem fekszik. Nem fekszik ezért, mert Ceglédnak van a néhány nagyon rutinos játékos, fontos poszt. Szóval Csarvás 7-es poszton, nagyon rutinos. Csaba Gyuri 4-es poszton, aki nagyon rutinos, van Velké Jani, aki egy nagyon jó dobó, és ők a húzó emberek. Első 2 meccsen így jött pont, amikor váltás lett nálunk, és elkezdtünk valami dolgot, nem voltunk készen. Második meccs kupán az valahogy ilyen hangulatban volt, hogy nagyon nehéz volt, mert nekik pont akkor a legjobb formája volt, de most 3. meccs szerintem van esélyünk, mert kaptunk ezt a magabiztosság. Tök mindegy, most ki az ellenfél. MOVC is nagyon jó meccs volt, -6. Volt Pécs, nagyon jó hosszabbítás. Otthon, ott voltunk a FOT-nál, egy nagyon jó csapat ellen nyertünk, és így megy a dolog. Készíteni fogunk, kicsit jó eset szerintem, hogy vasárnap játszunk, és volt 1-2 nap
pihenés, olyan refresh, relaxáló dolog, és most a ma estetől kezdünk a teljes gőzzel. A MASZ ellen hazai pályán szoros végjátékban elveszített meccs után mentetek egy másik élet csapathoz, a Vasashoz. Milyen tervekkel, milyen taktikával, milyen reményekkel? Tudtuk, hogy a Vasas egy nagyon kemény csapat, nagyon fizikális ellenfél. Tudtuk, hogy mit játszanak, készültünk is rájuk, és teljes odaadással készültünk, próbálkoztunk, nem adtuk fel, az volt a lényeg, hogy harcoljunk, és hogyha tudunk, gyerünk. És ez sikerrel is járt, és győzni tudtunk egy nagyon kemény csapat ellen idegenben. Hullámzó volt a mérkőzés. Szerinted mi volt az a periódus, amikor a magatok javára fordítottátok? Igaz, a vége 3 pont lett. Szerintem ott a második negyed vége fele, amikor Iván, meg én is ott bedobtunk egy-egy triplát talán, meg labdát szereztük, ott nagyon keményen letámadtuk őket, és ott ugye át is vettük a vezetést talán 5 ponttal. Úgyhogy az meg is adta a lendületet nekünk, és ezt végig tudtuk vinni az egész meccsre. Jó, igaz, pár pontra nyertünk, de az egy a lényeg, hogy nyertünk. Egész sokat, 35 percet játszottál, hogyan bírtad erővel és fejben? Nagyon jól, ugye ez nekem úgy volt, hogy az első ilyen szezonban ilyen nagyon sokat játszok, úgyhogy mindig próbáltam a maximumot nyújtani védekezésbe, dobásba, úgyhogy szerintem kifizetődik az minden edzésbeli munkám. 3 forduló van még hátra az alapszakaszból. 2 hazai meccs most hétvégén a Cegléden, aztán Debrecen, 23 majd a zárásként a TF ellen. Mi a célotok ezen a 3 meccsen? Célunk, hogy mind a 3-at megnyerni. A Cegléd egy nagyon erős csapat. Talán most ugyanúgy állunk a tabellán, úgyhogy ez egy nagyon fontos meccs lesz, és szerintem, hogyha most nyerünk a Cegléd ellen, szerintem utána már minden, bármi megtörtént, hogy még utána a Deac, 23-at, illetve a TF csapatát is megnyerjük, és akkor nem lesz gond, és ott leszünk a 6. helyen, minden igaz. Egy hazai U8-as tornával zárták a jeges szezont a szabolcsi Solymok. A Nyíregyházi Jégsport Egyesület minden 4 korosztályos együttese jól szerepelt az elmúlt hónapokban. Minden szezon elején azzal kell szembesülnünk, hogy az egyesület életében nagy arányú a lemorzsolódás. Ez azt jelenti, hogy az augusztus-szeptemberi időszakra 40-50 fő körül marad a létszám, amit egy kitartó szakmai munkával a szezon végére mostanára sikerült megduplázni. Most körülbelül 90 fő az egyesületnél igazolt versenyzők száma. November 2. felétől jó esetben márciusig van jég Nyíregyházán. Ugye a keleti régió többi csapatához viszonyítva ez körülbelül fele annyi jeges edzést tesz lehetővé. Ennek ellenére az U8-as és az U10-es korosztályunk minden tornán győztesen került ki. Az U12-es korosztályról elmondható, hogy közel 3/4-ét a tornáknak nyerni tudta. Az U14-es, és ők a legnagyobbak, korosztályunk pedig bejutottak az országos legjobb 8 közé, még előttük áll egy darab mérkőzés, és akkor kiderül, hogy a végső helyezés pontosan mi is lesz. Hány edző foglalkozik ennyi gyerekkel, és mennyit tudnak hetente jégen tölteni a srácok? Minden korosztály heti 3 alkalommal van jégen, az egyesületnél 5 edző foglalkozik a gyerekekkel, ebből 1 főállású edző van, a többi pedig megbízásos jogviszonyban működik közre. Hogyan lehet lemérni, hogy mennyit fejlődnek a gyerekek, hiszen ugye hivatalosan nem számoljátok az eredményeket, csak az U14-es korosztályban, tehát a hangulatból hallatszik, meg látszik, a szülők itt vannak, és minden bizonnyal ők azért nyomkodják a telefont, hogy fejben tartják az eredményt. A Magyar Jégkorong Szövetség kiírása szerint U8, U10 és U12-es korosztályokban nem számoljuk az eredményt, U14-ben már számoljuk, de az első 3 korosztály esetében szülők, gyerekek, edzők és az egyesület vezetése természetesen számolja, és innen tudjuk levonni a következtetéseket, innen tudjuk, hogy eredményes a működésünk. Említetted, hogy a környező régióban több jégidő jut a gyerekek számára. Ha valaki fejlődni akar, vagy még inkább akar fejlődni, milyen lehetőség van tovább lépni?
tovább lépésre van lehetőség az egyesületnél. Az U14-es korosztályunk 3x3-as bajnokságban indult itt a Solymoknál, de sátoraújhelyen a Hiúzoknál nagy pályán is részt tudtak venni bajnokságokban. Miskolc az akadémia, a nyíregyházi klub a miskolci jegesmedvék alá tartozik tulajdonképpen. Onnan várják a tehetségesebb játékosokat, és bármikor tudnak Miskolcra utazni. Nyilván a távolság azért egy hátrányos szempont. Gondolom egész télen, vagy egész jeges szezonban toboroztatok. Milyen volt az érdeklődés, hiszen azért egy népszerű sportágról van szó. Egyre népszerűbb sportágról van szó. Alapvetően a toborzási technikánk az a kori sulira hagyatkozott. Minden hétfőn és szerdán 5 órától tartottunk kori sulit, ahol megtanítottuk korcsolyázni, és ez jelenleg márciusban is folyamatban van, megtanítjuk korcsolyázni a gyerekeket, és onnan a szakmai stáb vezetés úgy látja, akkor beemeljük az egyesület életébe őket. Elvileg március közepéig, vagy március végéig lehet jég. Mi lesz aztán? A Magyar Jégkorong Szövetség írt ki egy pályázatot, amit sikeresen megnyert az egyesület. Közel 25 millió támogatással lehetőségünk van inline felület beszerzésére. Ez egy olyan műanyag borítás, ami a teljes jégpályát lefedi. Természetesen ezt miután a jeget leengedték, és ez az őszi időszakban a görkorcsolya oktatásra és a görkorcsolya edzésekre nyújt ki váló lehetőséget, valamint egy új sportágat is bevezethetünk Nyíregyházára, az inline hoki megnevezéssel. Elképzelhető, hogy ezzel kevesebb lesz a lemorzsolódás, hiszen a srácoknak azért gyakorlatilag itt lesz a lehetőség arra, hogy nem is korcsolyával, de görkorcsolyával lábukon ugyanúgy találkozzanak, játszanak, edzenek, meccseljenek. Alapvetően az elsődleges cél az, hogy a morzsolódásnak gátat szabjunk, megtartsuk a jelenlegi létszámunkat, sőt ezzel az új sportággal, aki eddig nem ismerkedett meg, vagy idegenkedett a jégtől, ezzel az új görkorcsolyás lehetőséggel esetleg még plusz létszámra is szert tehetünk. Egy picit távolabbra nézünk, mikor lehet reális esélye annak, hogy egy korosztállyal feljebb is, tehát az U14 után az U16-ban is indítson csapatot az egyesület. A 2024-2025-ös szezonra vonatkozóan elmondhatom, hogy a jelenlegi U14-es gyerekekből sokan U16-os korosztályt érik el. Jelenleg van olyan meglévő U16-os gyerekek, akik versenyeken nem tudnak részt venni, de edzésekre eljönnek, mivel U16-ot most nem indítottunk, de a jövőben ezt is tervezzük. Az még előttünk áll, hogy nagy pályán vagy a 3x3-as bajnokságban indulunk. Ez a szezon záró torna a Szabolcsi Solymok 8-as csapata számára. Kezdjük onnan, hogy milyen rendszerben léptetek jégre ebben a szezonban. Ebben a szezonban az U8-as csapataink tornarendszerben vannak, ami azt jelenti, hogy egy adott napon 4 mérkőzést játszanak le a gyerekek, és akkor az ország bármelyik tájáról jöhetnek csapatok. Most éppen a Debrecen, a Nyíregyházi Sportcentrum és a miskolci jegesmedvék jöttek el hozzánk a Solymokhoz. Ez a legkisebb korosztály, mennyit korcsolyáztak, hány korcsolya év van már a lábukban a gyerekeknek, mire ütőt vettek és korongot a kezükbe? 5 éves korosztálytól játszhatnak, a 5 éves kortól lehetnek igazolt játékosok, de van olyan lurkunk, aki most 6 éves, de már 3 éve jégen van, és látszik is a beletett munka, mert zseniálisan játszanak, de én azt gondolom, aki már meg tud állni a jégen, bárki jöhet korcsolyázni, mert ez egy fantasztikus sport, úgyhogy 5 éves kortól igazolunk, 3 éves kortól várjuk a gyerekeket. Mit tudnak már ennyi idősen a gyerekek a jégkorongról, a jégkorongból? Nagyon fontos, hogy a szabályismerettel kezdjük, mindenféleképpen tudják, hogy mik az alapvető szabályok, megtanulnak korcsolyázni, ütőt kezelni, és nem gyenge szempont az, hogy lőni is tudnak már, és ügyesen cseleznek. Azt látjuk, hogy a gyerekek nagyon élvezik a meccseket, nem kevésbé a szülők is, mennyire családias a hangulat. Teljes mértékben családias a hangulat, itt az öltözőben ilyenkor az U8-as tornákon mindig van egy kis eszemiszom, dínom, dánom, itt a szó jó értelmében, egy kis kéteringgel készülünk a szülőknek, egy kis savanyú káposzta, egy kis zsíros kenyér, ami ilyenkor az elvesztett kalória van, akkor azt pótoljuk a gyerekek számára. Tudom, hogy az eredményt nem számoljátok ilyenkor, de biztos vagyok benne, hogy te is tudod, a szülők is tudják, és hogy a gyerekek is tudják, hogy hogyan végződik egy-egy mérkőzés.
az eredmény nélkül, de hogyan tekintettek vissza erre a szezonra? Ez a szezon rettentően eredményes a Szabolcsi Solymok számára, hiszen mindegy egyes tornán kimagasló eredményt értünk el. Mondhatom azt, hogy gól nélküli mérkőzéseket hoztunk le, még nem találtunk le győzőre az idei szezonban. Hogy néz ki majd a folytatás, hiszen nem sokára vége a Jeges idénynek? A Jeges idén végeztével száraz edzésekkel folytatjuk, és úgy tudom, hogy az egyesületünk nyert egy inline pályát, ami azt akarja, hogy nyáron száraz körülmények között görkocsajával teljes felületen tudunk majd jégkorongot imitálni, szimulálni. Ez azt jelenti, hogy együtt maradnak majd a gyerekek, gondolom. Teljes mértékben együtt maradnak, és az egész nyáron olyan programokkal készülnek a Solymok, hogy a gyerekeket megtartsuk, és akár még egyesületen belül is más sportágokba kikacsingassunk. Vereségekkel kezdték a rájátszást az AKVESE országos bajnokságban szereplő csapatai. Sem a gyermek, sem a serdülők, sem az ifjúsági együttes nem szerzett pontot az első két fordulóban. Elég hosszúra sikeredett a felkészülés, hiszen a bajnokságunk is később indult, sajnos, és meg is látszik ez a játékunkon, hiszen még nem rázottunk bele az újrakezdésbe, viszont azért szeretnénk minél jobban teljesíteni. Sajnos az elmúlt két fordulóban ez nem sikerült, viszont bízok a csapatba, a serdülőbe és az ifibe is, hogy ennél jobb és szebb játékot fognak produkálni, azért szeretnénk minél jobb védekezésre és támadással előrukkolni majd. Kik ellen szálltatok medencébe az elmúlt két fordulóban, és milyen eredményekkel? Március 3-án hazai fordulónk volt, ahol az OSC második csapata látogatott hozzánk. Sajnos nem úgy sikerültek a dolgok, ahogy azt szerettük volna, és mind a három korosztályban vereséget szenvedtünk. Most hétvégén Sopronban voltunk egy nagy túrán, ahol ugyanúgy nem sikerültek a győzelmek, viszont látszik az, hogy mind kell javítani, és dolgoznunk kell tovább ezen. Mennyire nehéz motiválni a gyerekeket egy ilyen hosszú szünetben és egy ilyen hosszú szünet után, főleg úgy, hogy a sikerélmények most egyelőre elmaradtak? Az Észak-Keleti bajnokságban voltak mérkőzéseink, azonban az országos bajnokság nem ugyanaz a szint, mint az Észak-Keleti. Ott azért játszottunk mérkőzéseket, viszont az a három hónapos éles mérkőzés hiánya nagyon meglátszik a srácokon, és elég nehéz volt őket úgy motiválni, hogy az úszásba is és a más-más feladatokba úgy teljesítsenek. Remélem azért bele fogunk rázódni újra a dolgokba, és a következő fordulóban majd szeretnénk győzelmekért harcolni. Létszámot, edzés, látogatás tekintve hogy álltok? Vannak, akik érettségire készülnek, és ők így kevesebbet jönnek edzésre az ifi korosztályba. A serdülők viszont folyamatosan járnak, és az a mag, aki kialakult, azért ők úgy teljesítenek, de azért rajtuk is meglátszódik ez a meccs hiány. Mikor ki ezen szálltok legközelebb medencébe? Március 24-én fogunk utazni majd az országos bajnokságba Budapestre, ahol az ASI lesz az ellenfél. Ővelük már játszottunk az alapszakaszba egy mérkőzést, hogy tudjuk, hogy mire számíthatunk, így fogunk majd készülni a következőkben. Milyen hosszúra nyúlik majd a bajnokság, mit lehet tudni? Nagyjából május közepéig fog tartani. Azt nem tudjuk, hogy lesz esetleg még egy helyosztó összecsapás, de május 12-én lesz az utolsó mérkőzésünk hazai medencében, majd a Sopron ellen, és szeretnénk visszavágni a vereségekért. Megszerezte 10. bajnoki győzelmét a nyíregyházi kosársuli. Farkasinszky Gyuláni együttese Budapesten a Szent Pál Akadémia otthonában nyert 66-56-ra. Nekünk ez már a végjáték. Abban a szempontból mindegy, hogy mindenféleképpen a hat köz vagyunk. Ugye ezeknek a csapatoknak, mint a Szent Pál is, neki viszont ez egy fontos mérkőzés volt, hogy esetleg megelőzze azokat a csapatokat, akik előtte vannak a hat közé jutásért. Ezért mi felmentünk úgy, hogy játszunk lazán, jól el vagyunk magunknak, és ugye a negatív dolog az volt benne, hogy egy este 8 órás mérkőzés volt. Előtte lévő héten is 8 órától játszottunk volna, mert ugye az egyetemistáink azok elmentek síelni, ezért kénytek voltunk egy olyan időpontot kérni, ami a Szent Pál megadott, és ugye este 8 órát adott meg. Hát ez nem egy optimális mérkőzés időpont, de lehet, hogy Pesten sokat játszanak ilyen időpontban, de nekünk ez nem igazán. És valóban a maga mérkőzés is egy ilyen kicsikét álmos volt, kicsikét úgy nem pörögtünk, sok volt benne a hiba. És amikor az Orsi a pályára ment, akkor rögtön beálltak egy 2-3-as zónába. Na most ugye a 2-3-as zónát azt meg kell próbálni kidobni, maga a gyűrű viszont nem nagyon szerette ezeket a kinti dobásokat, vagy mi dobtunk pontatlanul, tehát a kettő
közül valamelyik volt, és így azért húzódott lassan, ilyen álmosan, túl nagy pörgés, túl nagy agresszivitás nem volt a mérkőzésen. Én úgy gondolom, hogy ez azért nem, mert pont gazdag a mérkőzés, de tényleg mindenki szerintem az este 8 órát azt maximálisan érezte. Az előző hónapok pörgése után most ez egy picit nyugalmasabb időszak, legalábbis a felnőtt csapat meccsét illetően, rátok fért? Maximálisan ránk fér. Próbáltuk is ugye ezt a mostani hétvégét szabaddá tenni, hogy akár a junior, akár az NB1-es csapatunk tagjai azok kipihenhessék magukat. Hát hál' Istennek nekik az összes sörben nincs mérkőzés, de a Zsós iróniája, hogy nekem viszont benne van egy U12, és így mi elmegyünk még szombaton Hajdúböszörménybe, de a többieknek azoknak jó, pihenhetnek, jó, ráadásul azért is, mert a következő héten már Bajára utazunk, ami nem a szomszédban van, és innentől kezdve ugye várjuk, hogy a csoportkörben hogy végeznek a többiek, és a piros csoportban is miként alakulnak a dolgok, de pont azt nézzük, hogy a milyen a mi szerencsénk, hogy valószínűleg Sopronba fogunk menni, és a Sopron jön hozzá, hogy ez majd megint nem egy kis távolság lesz, de hát ilyen az élet, próbálunk alkalmazkodni hozzá. Az a lényeg, hogy most azért tényleg mindenki egy rövidet fog tudni pihenni. Az alapszakaszban kitűzött célt elértétek a 6 közékerülésre, de hát gondolom a rájátszásnak sem úgy mentek neki, hogy minden mindegy. Egyértelmű, hogy nem mindegy. Mindent megpróbálunk ott is megtenni azért, hogy minél előrébb végezünk. Az tény, hogy azért itt nem egyszerű az első 6 csapattal versenyezni. Tehát itt azért azok a csapatok vannak bent, akik ugye az ás csapatoknak a második csapatai. Na most ez olyan dolog, hogy nem tudhatod, hogy mikor ki fog veled szembe jönni. Egy DVTK-nál biztos, hogy a DVTK a komplet csapattal jön. A Székesfehérvár annyira megerősítette a csapatát, hogy ők mindenféleképpen szeretnének jövőre ásba kerülni, tehát ők mindent megtesznek annak érdekében, hogy mérkőzés nyernek. Sopronnak szintén második csapata van, Beasznak szintén második csapata van. Tehát itt is igazából, ha Mavszót kapnánk, esetleg az lenne az, ami kicsikét gyengébb játékerőt képvisel, hiszük mi, de ott meg ugye ott vannak azok a játékosok, akik éveken keresztül A-ba játszottak, rutinos játékosokra van szó, tehát itt már nincsenek könnyű mérkőzések, itt maximum a második körben lehet az, hogy hasonló kariberű csapattal találkozunk, mint amilyenek mi is vagyunk. Eddig a felnőtt csapatról beszéltünk, bártálában utánpótláskorú játékosokkal, korosztályos csapatokkal mi a helyzet? Nem szerepelnek rosszul csapataink, tehát ugye a lebonyolítási rendszer miatt sajnos már szeptemberben eldőlt, hogy a junior és a kadett csapatunk bekerülhet-e főtáblára vagy sem. Hiába szereplünk nagyon jól a regionális bajnokságban, tehát a juniorjaink is nyerik a regionális bajnokságot, a kadettjeik másodikok lesznek, de nincs tovább lépési lehetőség, mert a versenykérés nem teszi ezt lehetővé. A serdülőinknek volt annyi lehetősége, hogy ők azért tovább tudtak lépni, tehát ők már a legjobb 20-ra vannak, sajnos a 16 közé jutás az nem sikerült, így ott a 17-20 helyet fogunk játszani, de én úgy gondolom, hogy a rengeteg akadémia és kiemelt egyesület mellett azért ez egy szép teljesítmény. Büszkék vagyunk arra, hogy a csapataink azért ilyen jól szerepeltek az utánpótlás bajnokságokban is. Ennyi fért a mai sportszeletbe, köszönöm a figyelmüket, találkozunk egy hét múlva, viszontlátásra.